és Szemesi Tibor. Az alapítvány a BÁL bevételét az iskola angol nyelv és digitális kultúra oktatás támogatására, valamint a tehetséggondozásra és hagyományápolásra kívánja fordítani. Elsődlegesen a szülőkre támaszkodtunk, tehát nyilván a szülők érzik legjobban, illetve a pedagógusok is az, hogy mennyire fontos az, hogy a szülőkkel karöltve tegyünk a gyerekekért. Nem csak így a bárra készülve, hanem úgy egyébként is, tehát hogy amikor nevelni akarjuk a gyerekeket is, embert akarunk ezekből a gyerekekből faragni, akkor úgy gondolom, hogy ez csak közös erővel, közös bizalommal megyen. Aztán természetesen a szülőkön túl a régi győrfisekre is számítunk, illetve örülünk annak a tombola tárgyakon keresztül, hogy vannak, akik így támogatnak bennünket, erősítenek minket. Nyilván ez a BÁL egy közösségi esemény, ami nem csak az iskolának a szülői részét szólítja meg, hanem a volt győrfiseket is, mindazokat, akik szívesen kapcsolnak, mondhatnám, egy ilyen közéleti bálhoz, amivel a Győrfi iskolának a infrastruktúráját szeretnénk fejleszteni, amivel az oktatást tudjuk minőségileg még emelni. Mert hogy nyilván a Győrfi iskola angol jellegzetessége, az angol tanításban nyújtott segítség, támogatás, ami oda viszi a gyerekeket, hogy többen már az általános iskola végére középfokú nyelvvizsgát tudnak tenni. Ugye ezt a város hozta létre, ezt az alapítványt, és nagyon örülünk, hogy ez az alapítvány továbbra is nő és teheti azt a célt és azt a dolgot, amit annak idején az alapítók is elképzeltek. A BÁL első részében a színház teremben Kovács Miklósné igazgató és Márkiné Bihari Anita, a szülői munkaközösség elnöke köszöntötte a szülőket, támogatókat, a nevelőtestület tagjait. Már szeptemberben elterveztük, hogy az idén, bízva abban, hogy engedi az egészségügyi helyzet, megtartjuk a Győrfi Bált. Ez szám szerint a 26. A 27-nek kellene lenni, de sajnos tavaly előtt nem sikerült megrendezni. És eldöntöttük, és a kollégáknak a gondolata el is indult, az ötletelése el is indult, hogy mivel is készüljenek, hogy kiket jelenítsünk meg a színpadon. A nyolcadikosoknak a nyitó tánca az egyértelmű volt, hiszen évek óta hagyomány, hogy a nyolcadikosok valami meglepetéssel készülnek a szülőknek, és tulajdonképpen ezzel támogatják a Győrfi Bált, és megköszönik azt, hogy 8 éven keresztül ennek az iskolának a tanulói lehetnek. De én úgy gondolom, hogy ez nekik is egy olyan élmény, amit egy életre magukkal visznek majd innen az iskolából. Január 9-én nyitotta meg a kapuit a Szent Erzsébet óvoda, és azért még az be kellett lakni, meg kellett ismerkedni a gyerekeknek az ottani körülményekkel, és utána született meg a gondolat, és én nagyon köszönöm az óvónéniknek, hogy támogattak engem ebben az ötletnek a megvalósításában, hogy lépjenek fel az óvisok, mutatkozzanak meg ők is. És én úgy gondolom, hogy nem csalódtunk, hiszen megmutatták, amit ők már tudhatnak. A mai estén először szerepeltek együtt a közös célért az óvodások, az iskolások és a pedagógusok. A báli műsor nyitányaként a Szent Erzsébet tagóvoda, Margaréta és Pitypang csoportjai ovis táncházzal léptek fel. Nagyné Varga Csilla, Perge Tiborné, Krézné Szabó Katalin, Cseppentő Lajosné óvodapedagógusok vezetésével. Segítőik voltak Kunné Bíró Mónika és Ferenci Kitti. Őket a legnagyobbak, a nyolcadikosok követték, akik utoljára vettek részt a Győrfi Bálon. Az emlékfilmek levetítése után a 8. A osztály Hungária Mix táncot adott elő, míg a 8. B osztály legendás Abba slágerekre táncolt. A táncok koreográfusa Kerekes Petra, a Dalma Dance Club tánc pedagógusa volt. A 3. B osztály tanulói moldvai táncokat adtak elő, betanította Tóth Judit. A 2. A osztályosok mesével készültek, a Bagoly Bence kalandjai, a játékos Hortobágy versenyre készült, filmformájában ezt állította színpadra Décsei Erzsébet. Az iskolában első osztálytól van heti 1 órában angol nyelvtanulás játékos formában. Ebből adtak ízelítőt az 1A, 1B, 2B és a 4. A osztály tanulói. Felkészítőik Borosné Herceg Judit, Szabó Edit, Horváth Éva Jennifer voltak. Az estet a gyerekek, szülők, pedagógusok alkotta Győrfi Happy Song kórus műsora zárta, Kisné Csombordi Szilvia vezényletével.
A műsoros est után a bálteremben kezdődő bál résztvevőit Kovács Miklósné igazgató üdvözölte, majd köszöntötte azt a több hónapos szervező munkát kollégáinak, a szülőknek, amivel az est létrejöhetett, és azt a sok-sok támogatást a szülőknek, vállalkozóknak, amely a tombolatárgyak felajánlásával hozzájárult a bál sikeréhez. Több mint 100 tombola felajánlás érkezett ebben az évben. Én úgy gondolom, hogy ez minden eddig itt felülmúl, és valóban, ha megvásárolják a vendégek a tombolát, akkor ezzel is nagyban segítik az alapítvány céljának, a mai bálnak a céljának a megvalósítását, hiszen azt tervezzük, hogy az angol nyelv oktatását, illetve a digitális kultúra oktatására fordítjuk majd azt a bevételt, ami származik majd a bálból, valamint tehetséggondozásra és a gyermekeknek az utaztatására. Tényleg nagyon sok tehetségünk van, és őket, mint kis drágaköveket őrizzük is és csiszolgatjuk, és van is eredménye, hiszen ebben az évben én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan tanulmányi versenyeredményt tudtunk összegyűjteni, de nem csak tanulmányi téren, hanem a sportterén is, a kultúra, a művészetek terén is, sőt, dicsekedhetek azzal, hogy az idegen nyelv területén már most a jelen pillanatig több tanulónk megszerezte a középfokú nyelvvizsgát, amely úgy gondolom, hogy egy nagyon jó ajánló levél a középiskolában, sőt nem csak a középiskolában, hanem majd a felsőfokú oktatási intézményben is. Ezután pohárköszöntőt mondott Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Én nagyon fontosnak tartom, hogy itt legyek a Györfi bálba, de már évtizedek óta mondhatom így, hiszen a nyelvi laborral, a nyelvtanulásért alapítványnak a kezdeményezése, célkitűzése, az számos karcagi fiatalt hozzá segített ahhoz, hogy egyrészt a nyelvismereteit, másrészt pedig ezzel együtt a tanulmányait el tudja mélyíteni, és hogy mindenhol méltóképpen tudja képviselni a karcagiságát. Nem minden a pénz, ezt tudjuk, de jó, ha van. Amikor valamit materiális javakra kell váltani, legkézenfekvő, hogyha a készpénz cserél a gazdát. De a bának erkölcsi jelentősége is van, és súlya annak a támogatásnak, amit a jelenlétükkel akár a szülők is kifejezhetnek, és azok, akik a bál megrendezését támogatják, nem csak személyes jelenlétükkel, hanem anyagi hozzájárulásokkal is segítik a nyelvi labor fejlődését, segítik a közösség épülését, és ezért kapnak is cserébe a közösség mindig olyan ajándékot a Györfitől, ami azt gondolom, hogy nagyon méltó, és nagyon színvonalas, és mindig nagyon vidám. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a bál fővédnökei és Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos, az iskola lelki vezetője, a bál védnöke. Ennek az iskolának, ennek a Györfi István katolikus általános iskolának nagyon hosszú hagyománya van, és ezt a hagyományt őrzi, táplálja, tovább viszi az iskola ezt a szellemet, és jó azt látni, mint valamikori Györfisnek, hogy végig van véve ez a hagyomány, és nem fog elveszni. És az, amikor egy jó iskola van, az iskola mögött jó támogatók, jó szülői közösség van, és ezek a jó támogatók, jó szülői közösség és a jó vezetés jó célokat tud maga elé kitűzni, és mindent meg tud valósítani. Én gratulálok az iskola vezetésének, a fenntartóknak, a szülőknek, a diákoknak, hogy ilyen erős közösséget tudtak létrehozni itt Karcagon. Mert egy iskola és a közössége erős, akkor a város és a térség is erős. Pánti Ildikó egy csoda. Ő, hogyha bárkivel találkozik az utcán, akkor tudja azt, hogy Györfibe járt, tudja azt, hogy a szülei is a Györfibe járnak, ő mindenkit számon tart. Akik valaha ebbe az iskolába jártak, és akár még kezdőpedagógusként is tanította, ő emlékszik rá, tudja, hogy ki volt az osztályfőnöke, tudja, hogy kik voltak a osztálytársai. Pánti Ildikó egy csoda, és ő is hozzátartozik ehhez a közösséghez, ennek az iskolának az értékeihez és a történelméhez. És én mai napig emlékszem rá a mondatára, hogy őrizzétek ezen öreg iskola, öreg hírnevét, és ez mindig megvan bennem, és én azt gondolom, hogy ez a motto alapján ez az iskola tovább őrzi ezeket a hagyományokat, és még gyarapítja is. A hajnalig tartó jó hangulatról Farkas Judit zenész gondoskodott.